Kézműves termékek, forradbor és tea. Többek között ezek közül válogathattak azok, akik a paksi adventre kilátogattak vasárnap, a rendkívül zord időjárás ellenére. A rendezvény lebonyolításáért felelős Csengei Dénes Kulturális Központ vezetése úgy döntött, a viharos szél miatt nem az atomtéren, hanem a kulturális központ falain belül rendezik meg a műsort, ami Leber Ferenc ünnepi beszédével kezdődött. Paks alpolgármestere elmondta, az adventi koszorún az egyik gyertya színe eltér a többitől, ami az öröm jelentését hordozza magában. De vajon mi emeli ki közülük az örömet? Talán az, hogy az öröm az egy sokkal könnyedebb, sokkal inkább közösségi érzés a többinél. Míg a hit és a remény megélése szűken az egyénre jellemző, nagyon mély dolog, addig az öröm az könnyen terjed, közelebb hoz, összekapcsol családokat, közösségeket, barátokat egyaránt. A beszédet követően Leber Ferenc meggyújtotta a harmadik gyertyát az adventi koszorún, majd a paksi városi vegyeskar adventi műsora következett. Szulák Andrea Emerton díjas magyar énekesnő színésznő is színpadra lépett a paksi advent keretében. Az énekesnő azt mondta, örül annak, hogy annak idején hazatért külföldről, és itthon csinált karriert. Nagyon okosan tettem, hogy azok a magocskák, amiket én összecsipegettem magamnak a külföldi tulajdonképpen tanulmányi fázis alatt, azokat itthon ültettem el, és azok az évek, évtizedek során már mind szárba szökkentek, úgyhogy az utolsó jó pár évben inkább csak az aratásra fókuszálok. A szónak a legszebb értelmében, ugyanis most érzem azt, hogy az a sok felkészülés, az a sok munka, sok áldozat megérte, mert itt most is itt lehetek Pakson. Jó ez így, és mi sem lenne jó, ha észre veszünk semmi baj. Szulák Andrea karácsonyi dalokat és kedvenc slágereit adta elő a paksi kulturális központban. Zongorán Bolba Tamás zongoraművész kísérte.